A NAV fegyveres nyomozói kiszálltak Radics Péter youtuberhez egy süsű a sárkány szinkron paródia miatt. Áll a faszikám megy alsógatyába, aztán bezörög a NAV, hogy Radics úr, meg kéne semmisíteni a süsűs anyagot, hogy értsd, süsű az MTV a tulajdona. Radicsnak a fegyveresek jelenlétében kellett törölnie a jogvédett eredeti fájlt, amit amúgy már rég törölt, mert hogy egy 2016-os szinkron paródiáról van szó. A paródia viszont, az maradhatott, most is meg tudod nézni a YouTube-on. De most komolyan, hány remegő térdű, felelősen dönteni képtelen közalkalmazottan ment át ez a hülyeség, amíg végül konkrét házkutatás lett belőle? És hogy képzeljük el azt az embert, aki elindította ezt a folyamatot, vajon mekkora fasz lehet? Nagyjából 20 cm a körmérete. Sehová nem fér be. Látod? Na, semmi sem változik. Ugyanazok az ügyek, ugyanazok a szereplők, napok, hónapok, évek, évtizedek. Az öregek szerint pont ilyen volt a 70-es évek Magyarországa. A nagy fellendülés után pangó gazdaság, romló életviszonyok, állampárt, nulla közélet, a szabadság kis körei, a szovjetek a barátaink, a nyugat az ellenség, a társasági témák is ugyanazok, időjárás, táncdalfesztiválok sztárjai és az emelkedő árak. Oda jutottunk, ha az ember vásárolni indul, legjobb, ha az országhatár felé veszi az irányt. Ugyanis bár negyedét, ötödét keresik annak, mint egy átlag osztrák polgár, hogy nem, a legtöbb létfontosságú cikk ára odaáll mégis olcsóbb, mint itthon. És ez nem csak az ország nyugati irányában, hanem szinte minden szorszédos állam irányában.